A cyberpunk egy remek, de nem kellőképpen kihasznált téma, amit még ugyan nem fenyeget a kihalás, de mégis hiánycikknek számít manapság. Egy olyan nem túl távoli, ám annál hangulatosabb jövőkép, ami igen sok izgalmat tartogat. Az elnevezés Bruce Bethke amerikai írótól származik, aki az általa írt novellának adta ezt a nevet, még a 80-as évek elején, ami a Galaktika című folyóirat 215. számában került a nyilvánosság elé. Akkor még az emberünk valószínűleg nem is sejtette, hogy milyen nagyszerű és népszerű stílust hozott ezzel létre. Ha magát a szót elemezzük, az első tag, a cyber, egyértelműen a világ és a társadalom elgépesedését jelenti, legyen szó akár magáról a mindennapokban használt technológiákról, a városokról, és persze magukról, ennek a világnak a lakóiról. A punk elnevezés meg igazából egyrészt jelentheti a hagyományos, a jelenünkben megszokott értékek elleni lázadást, illetve az ilyen művekben visszatérő elemek a különböző frakciók és bandák, amik mondhatni különböző gépesített módszerekkel alaposan fel vannak tuningolva, így a műfaj ikonikus megnevezését akár rájuk is lehet vonatkoztatni. A cyberpunk ügyesen építi be magát a sci-fi egy olyan alágába, ami képes többnyire a realitás talaján maradva valamennyire földhöz ragadta maradni, ám mindezt úgy, hogy a jelenkorhoz képest már így is rengeteg különbséggel és érdekességgel bír. A jövőben játszódik, ám gyakran nem a túl távoliban. Nincsenek űrcsaták, se óriás mehák, se földön kívüli lények. A cyberpunk általában már a modernizálódott földre, vagy csak annak egy modern városára összpontosult. Jellemzők a hatalmas, nyüzsgő, modern metropoliszok, a látványos neonfények és hologramok, a nagy cégbirodalmak, a fekete piac és az egymással hadakozó frakciók, vállalatok és bandák. Ide jöhetnek még a különböző cyberbűnözők, illetve akár még a virtuális valóság témája is. A legnagyobb ismertető jele ennek a műfajnak azonban az élő szövet és a gép kereszteződés az emberek testében. A cyberpunknak a gyakori elemei a gépi, mechanikus beültetésekkel olykor enyhében, olykor elég komolyan feltuningolt, upgrade-elt, augmentált emberek, akikre sok esetben már a kiborg jelzőt is rá lehet titulálni. Jellemzők itt a gépi végtagok, a mesterséges látószervek, a különböző testrészeket és szerveket helyettesítő gépi implantátumok, amiket vagy azért vállal be az adott egyén, mert valami baleset miatt elveszíti valamelyik végtagját, esetleg szervét, vagy pedig mert ilyen módon akarja a szerves teste által felállított korlátokat túllépni. És az efféle mechanikus kiegészítőket az emberi test tökéletesítéseként fogja fel. Ennek legnagyobb szintje, amikor az egyénnek már csak az agya emberi, és az van elhelyezve egy gépi vázban. Egyébként ez ilyen esetekben már a halál és az öregedés kijátszását is jelentheti. A cyberpunk téma egyaránt megjelenik regényekben, filmekben, animékben, illetve játékokban. Nos, vegyünk elő egy olyan alkotást az utóbbiak közül, amit hatalmas várakozás előzött meg, majd jókorát hasalt, hogy aztán a hamvaiból ismét feltámadjon. Úgy gondolom, nincs olyan gamer, aki már ne hallott volna a CD Projekt Red irreális elvárásokkal övezett, hosszú ideig készülő, orbitálisan nagy hype-ot kapott, majd kellemetlen megjelenés produkáló alkotásáról, a Cyberpunk 2077-ről. A hosszú ideig készülő játéknak mindenki megelőlegezte az átütő erejű sikert, hiszen a CD Projekt Red megdolgozott bőven az emberek bizalmáért. A Witcher 3 képében egy fenomenális alkotást tettek le az asztalra, és az első két részre se lehet sok panasz, maga a cég pedig igazi mintacéggé avanzsált a kisfejlesztő csapatból, akik emellett nagyon jó viszonyt alakítottak ki a követőikkel. Aztán a sok kecsegtető ígéret, a fényűző, abnormálisan túltolt marketing kampány, és persze Keanu Reeves megnyerése csak tovább fokozta a várakozók rajongását. Végül eljött a nagy nap. Előrendelések során elment 8 millió példány a játékból, majd pedig jött a nem várt fekete leves, egy trehány, bugoktól hemzsegő, egyes platformokon kb. Játszhatatlan, de valahol mélyen, mégis színvonalas játék képében. Az évtized pofára esését követően a gamer közösség és a befektetők össznépi haragja zúdult az ezidái makulátlan fejlesztő csapatra, akik a játék anyagi sikere ellenére működésük legnehezebb időszaka elé néztek. A játékosok addig töretlen bizalma megingott, a befektetők a fejlesztő csapat leváltását követelték, és emellett még egy hacker támadást is kaptak a nyakukba.
A mindenhatónak hit fejlesztő csapat nyilván túlvállalta magát a Cyberpunk 2077-tel, és a fanatikus rajongóik tömege is többet nézett ki belőlük, mint amire valóban képesek voltak. Azonban a CD Projekt Red becsületesen foltozza és polírozza a kifaratlan alkotásukat, kitartóan írtják a bugokat és bővítik a játékmenetet. A No Man's Sky a legjobb példa rá, hogy minden játék érdemel második esélyt, mert ha egy fejlesztő csapatnak tényleg szívügye, hogy egy a sokat dédelgetett alkotásuk egy minőségi videójáték legyen, akkor kitartó munkával képesek olyanná formálni azt, amilyennek annó beígérték. A Cyberpunk 2077 pedig ugyan nem tart még azon a szinten, amit elvártunk tőle, 100%-ig talán soha nem is fog, de kitartóan araszol abba az irányba, és ezzel pedig egyre jobban visszanyeri a játékosok bizalmát. Jelenleg pedig már ott tartunk, hogy a Cyberpunk 2077 a második reneszánszát éli. Rengetegen játszanak vele, és hatalmas rajongás övezi. A CD Projekt Red megcsinálta volna végül? Részben az ő munkájuk is a siker egyik oka. Azonban van a dologban egy másik és egyben nagyobb katalizátor is. Másodjára történt meg a céggel, hogy egy az alkotásukból készült sorozat hatalmas sikere hatására felpörög az alapjául szolgáló játékuk népszerűsége. Legutóbb Riviai Geralt kalandjai okoztak ekkora löketet a Witcher 3-nak, most viszont egy anime adaptáció augmentált kacsója van a dologban, a Cyberpunk Edgerunners képében, aminek megnézése után már elmondhatom, hogy a legjobb videójáték adaptációk trónjáról az Arkane sikerült lelökni. A 10 részes anime sorozat a kiváló Trigger stúdió alkotása, akiknek ilyen remek műveket köszönhetünk, mint a nagy kedvencem, a zseniális Tengen Toppa Gurren Lagann, a Kill la Kill vagy a Darling in the Franxx. A stúdió ezidáig mesterien összerakott epic alkotásokat adtak ki a kezei közül, így kíváncsian vártam, hogy mégis milyen sztorit tudnak kanyarítani Night City vidékén. Történetünk a játékból ismerős neonfényes metropoliszba kalauzol el minket, a lehetőségek fellegvárába, Night Citybe, ahol megismerhetjük a lázadó tinit, David Martinezt. A srác az édesanyjával él együtt, és mérsékelt érdeklődéssel próbál az araszak a puccos akadémiáján helytállni, kevesebb, mint több sikerrel. Az édesanyja mindent megtesz, hogy a fia jövőjét biztosítsa, azonban a srác élete rövidesen drámai fordulatot vesz, aminek velejárójaként megkapja élete első valamire való implantátumát, a Sande Vistant. A gerincébe épített kiegészítő egy egyedülálló katonai darab, ami elképesztő gyorsasággal áldja meg a használóját, ez pedig csak egy katalizátor a cyberpunkká válásának útján, aminek köszönhetően egy cyberpunk banda zöldfelű újoncává, majd később elismert tagjává válik. A Cyberpunk Edgerunners konkrétan egy ebbe a közegbe illő életpálya és karrier bemutatása a főhősön keresztül, aminek fő fókusza a felemelkedés és a bukás. Ez David Martinez története, aki egyszerű srácból Night City egyik legendájává válik, útját megpróbáltatások és veszteségek kövezik ki, tettei a város legnagyobb cégbirodalmait is megrengeti, és mindörökre beleíródnak Night City történelmébe. Az anime kiemelt fókuszt fordít arra, hogy milyen magasságokba juthat el az ember, ha a szerves mi voltát háttérbe szorítja az implantátumokkal, valamint hogy mekkora árat fizethet azért a későbbiekben, ha a túlzásba viszi. Az alkotás kiemelt dráma faktorát a kiberpszichózis szolgáltatja, ami ezen univerzum legveszélyesebb, mondjuk úgy egészségügyi problémája. Ha valaki túlságosan sok implantátumot tömb magába, akkor, ahogy a szerves részek a háttérbe szorulnak, az illető egyre rosszabb tüneteket kezd produkálni, aminek az utolsó stádiumaként elveszíti a tudatát, és egy veszedelmes gyilkológépé válik, akit kifejezetten az ilyen esetek ellen felkészített osztagnak, a Max-Tech-nek kell levadásznia. Alapvetően az sejthető, hogy a sztori mire fog kifutni. Főhősünk egyre nagyobb hírneve és kiemelkedő adottságainak köszönhetően elismerést szerez magának. Ugyanakkor a gonosz nagyvállalatok látókörébe is bekúszik, akik a maguk céljaira akarják felhasználni mind őt, mind a csapatát, és emellett amolyan háttérben meghúzódó, láthatatlan fenyegetésként a kiberpszichózis is folyamatosan generálja a feszültséget. Főhősénket külső és belső fenyegetés egyaránt ostromolja, ami páratlan feszült izgalmat generál. Egyébként az anime elkezdése előtt jó tisztában lenni pár kifejezésre az univerzummal kapcsolatban, mint például az előbb említett kiberpszichózis, valamint a trauma team, esetleg a brain dance.
Az anime egyik legerősebb része egyértelműen a hangulat és az általa teremtett atmoszféra. A Trigger Studio vérprofin kelti életre Night City neonfényekkel áztatott utcáit, a fényűző külső alatt megbújó nyomort, a korrupt nagyvállalatok áskálódásait, a cyberpunk bandák véres összecsapásait, valamint hőseink nehéz sorsát, ami mondhatni egyiküket sem kíméli. Az anime egészét átjárja a zseniális cyberpunk atmoszféra, amiben a Trigger Studio élénk harsány stílusa elsőre picit stílusidegennek hat ugyan, ám az ember hamar rájön, hogy a stúdió bizony kiváló munkát végzett. Az animében vegyesen keveredik a feszült izgalom, az eszeveszett badass akció, a szívszorító dráma, a komor kilátástalan hangulat, illetve kevéske mosolyogtató humor is. A szereplők közül mondhatni senki sincs biztonságban, és egyaránt vannak itt váratlan, sokkoló karakterhalálok, valamint szépen felvezetett drámaian epikus távozások is. Külön kiemelném a 6. epizódot, ami akkora hatást gyakorolt rám, amilyenre animének már nagyon régóta nem sikerült. Konkrétan a fejemből kinézve meredtem magam elé az epizód után. De az utolsó 2 epizód is meglehetősen ütős volt, melyek egy olyan finálét nyújtottak nekem, amit az izgalomtól reszkető lábakkal kísértem nyomon, majd a végeztével megrendülve, de mégis epikusságtól átitatva keltem fel a képernyő elől. Annyit elárulok, hogy ha valaki hajlamos sírni a drámai jelenetek hatására, akkor az illető itt egyes jeleneteknél bőségesen fogja az egereket itatni. Láttam olyan férfi reakció videósokat, akik sírtak rajta. Az egész pedig meg van fejelve nyers, kendőzetlen brutalitással, amiben a sorozat egyáltalán nem fogja vissza magát. Az akció során ömlik a vér, szakadnak a végtagok, szétlocsannak a fejek, és csak hogy még egy lapáttal rátegyünk a megbotránkoztatás faktorra, erotikával túlfűtött jelenetekből sincs hiány. Egy szóval kapunk egy ízig, vérig, hamisíthatatlan menő és sexy Night City-t. És azok az akció jelenetek valami elképesztőek. A stúdió itt megint csak kitett magáért. Mesterien megkoreografált, lendületes csetepatékat kapunk az animétől, amikben golyózáporra, változatos kaszapolásra és intenzív kocsis üldözésekre egyaránt számítani lehet. Ugyanakkor a Trigger igyekszik a realitás és a logika mesdjéjén mozogni, ha akcióról van szó. Magyarán nem történnek az alkotásaik zömére jellemző, a realitástól elrugaszkodott túlzások, hanem csak olyasmik, amiket ebben a világban el tudunk képzelni. Az akciójelenetek élvezetesek, intenzívek, adrenalin serkentők és brutálisak. A lövedékek roncsolnak, az ütések fejeket szakítanak le, a vágó fegyverek végtagokat kockáznak fel. A karakterek emellett az implantjaik változatos adottságait is kihasználják. És itt ki is térnék Davis Sandevistányára, amit főhősünk leművel a gerincébe épített csodával, az bármelyik akcióhős megirigyelhetné. A gyorsaságát drasztikusan felturbózó, a reakció idejét pedig lerövidítő katonai implantnak hála olyan bravúrokat hajt végre, hogy azt egyszerűen élmény nézni. Ahogy a másodperc töredéke alatt az ellenfele mellett terem és szétlövi a fejét, vagy ahogy egy társát villámgyorsan felkapva kimenekíti a bajból, vagy ahogy egy kocsis üldözés közben átvetődik az ellenség járművére, és még rögtében kioszt 2 headshotot. Eszméletlen. Külön tetszett az a pár másodperces effekt, amit a Santa Vista minden használat előtt bejátszottak. Amit pedig főhősünk az utolsó 2 részben leművel, a már vadijú játékszerével, az brutális. Az anime pedig eléri, hogy a rövid játékidő és szereplés ellenére is egy emlékezetes karaktergárdát kapjunk. Bár való igaz, többen is vannak, akik ismert sablonok alapján mozognak, és nem is nyújtanak ennél többet, de az anime végeztével úgy voltam, hogy 2-szer ennyi játékidőt is megnéztem volna belőlük. Main Zsoldos csapata egy kedvelhető társasága maga módján, mindenkinek megvan a maga szerepe, az ott betöltött funkciója, valamint a személyiségük által megteremtett dinamika. Lucy a titokzatos, rideg, vonzó netrunner, Main a karizmatikus, jószívű óriás, Dorio a kemény izomasszony, Rebecca a heves, vérmérsékletű, tűzre pattant kiscsaj, Kiwi a komoly, rideg csajszi, Pillar a csapat vulgáris bohóca, Falco a kifinomult, stílusos gentleman, azonban egyértelműen David az, akivel a legjobban együtt lehet érezni, aki a zsoldos csapatban megtalálja a helyét, ahova végre tartozhat. A közte és Lucy közötti románc is igen hamar elmélyül,
ami mellett egyre magasabbra tör a Nike City-t behálózó ranglétrán, és egyre többen is felfigyelnek rá. A látványvilág bombasztikus, és magam is meglepődtem, hogy a Traeger milyen lenyűgöző munkát végzett. Ha belegondolunk abba a ténybe, hogy a Cyberpunk 2077 világa milyen sötét és brutális, kicsit meglepő volt számomra, hogy a sorozat elkészítésével a Traeger stúdiót bízták meg. Teszem azt, egy esetleges Dark Souls anime elkészítéséhez se illene egy Kyoto Animation. Ugye? Akik ismerik a stúdiót, azok tudják, hogy miről is van szó. A Traeger stílusát, ha fogalmazhatok így, túlon-túl rajzfilmesnek lehetne nevezni. Nem a legkomolyabb hangvételű stílussal bírnak. A Traeger mellesleg a műveiket sokszor erősen túltolt, fárasztó, vizuális humorral toldják meg, ami nem igazán passzolt volna a Cyberpunk hangulatához. Azonban a Traeger stúdió munkájára semmi panasz nem lehet. Úgy őrizték meg a stílusuk ismérveit, hogy nem rugaszkodtak el a valóságtól. Nem igazán vannak elnagyolt, komolytalan figurák, a jelenetek pedig földhöz ragadtak, ahogy az akció jeleneteknek is megvan a maga logikája, aminek hála sosem válnak súlytalanná vagy abszurdá. A város ábrázolása vagy éppen a karakterek külsője kifogástalan. Egyes képek gyönyörűek, konkrétan háttérnek valók. A neonfényes város vagy éppen a lendületes, látványos akció jelenetek mind elképesztőek. Színes, részletes, igényes. A fényárnyék effektek, az eltérő színtónusú helyszínek mind kifogástalanok. Legyen szó a várost övező napsütötte pusztaságról, vagy Night City sötét neonfényes utcáiról, vagy egy szórakozó hely sajátos atmoszférájáról, a megvalósítás lenyűgöző. A zenei anyag kimagasló. Igazából az anime jobbnál jobb zenékkel van megtömve. Nem is tudom, hogy mondjam, ezt egyszerűen hallani kell. A különböző jelenetek hangulatát az egekig tornázzák, legyen szó akcióról vagy drámáról. Művészi precizitással passzolnak a jelenetekhez, a pörgős, vagány számok pedig tuti, hogy hosszú ideig nem mennek ki a néző fejéből. Egyszerűen minden zene tetszett és megmaradt az emlékezetembe, ami azért elég ritkaság. Ami a szinkront illeti, most rendhagyó módon nem csak a japánról fogok beszélni, hiszen emellett az angolhoz, valamint a magyarhoz is volt szerencsém. Természetesen az eredeti, jól bevált nippon hangsáva legjobb, ami során a karakterek hozzájuk rendkívül jól passzoló hanggal kelnek életre. Minden szinkron színész kiváló munkát végez, és remekül átadják a karakterek személyét, valamint lelki állapotát. Legyen szó mély, markáns hangjáról, Kiwi végtelenül nyugodt, kimért stílusáról, vagy Rebecca vergődéséről, minden hang 10/10. Az angol szinkront, nos, anime veteránként szokni kell. Alapvetően nincs sok gond vele, de például aki nem akkora nagy híve a japán kultúrának, de látni akar egy szuper jó sorozatot az általa kedvelt játékból, az teljesen jól el lesz vele. Azt érdemes még megemlíteni, hogy a Cyberpunk 2077 univerzumának megvan a sajátos szlengje, amiben a karakterek beszélnek, és ez érthető módon csak az angolban van jelen. Viszont a magyar szinkronnal akadnak problémák, már technikai oldalról is. Fura ezt kimondani, de túl halk, szó szerint. A zene, valamint a hangeffektek szép hangosak, de a beszéd lényegesen halkabb. Egyszerűen nincs összhangban az anime hanganyaga ilyenkor. Konkrétan egy akció jelenet közben nem lehet érteni egy szót se. Az átlagos nyugi szituáció közbeni párbeszédekkel nincs gond, de amint beindul a zene és a lövöldözés, nagyon fülelni kell. Ha magyarul akarjátok nézni, ajánlom, hogy a magyar felirat is legyen pluszba bekapcsolva. A hangok minősége egyébként változó. Akad pár egészen korrekt is, a főbb karakterek és mellékszereplők között egyaránt. De teszem azt, például Pillár hangja egy rossz vicc. Kb. Olyan a hangja, mint egy kötekedő általános iskolás bullinak. Pedig egy 40 körüli fazonról beszélünk elvileg. Amikor Kiwi pedig először megszólalt, eskü majdnem rosszul lettem. Szerencsére ezen a későbbiekben azért javítottak. Main hangja is lehetett volna mélyebb és markánsabb, de a többiek hangjával igazából nincs túl sok gond. Végezetül ennyi ömlengés után mit is mondhatnék? A Traeger megcsinálta. Minden idők egyik legjobban várt, majd pedig legnagyobb pofára esését generáló játékából az év animéjét dobták össze. Persze ez csak magánvélemény. Nagyon szeretem a stúdiót, és az egyik kedvenc animém is az ő munkájuk, de mostantól már egy másik kedvencem is.
elképesztő precizitással és igényességgel keltik életre a Cyberpunk 2077 sötét, véres, neonfénnyel áztatott világát, a cégbirodalmak áskálódását, valamint a különböző bandák utcai harcát, és mindez a saját stílusukkal felvértezve kiváló összképet fest. Ha nagyon negatívumok után akarnék kutatni, akkor mindenképpen a sorozat rövid mivoltát tudnám felróni. Egy 26 részes sorozattal simán ki lehetett volna nyújtani a sztorit. Lehetett volna pár epizódikus küldetés mély csapatában, Davidnek hosszabb beilleszkedés, valamint a karaktereknek is több játékideje lett volna kibontakozni, ami által egy-egy karakterhalál is nagyobbat ütött volna. Illetve a lezárás se annyira az én szájízem szerint történt, de hát ez a stúdió több animéjére is igaz számomra. A Cyberpunk Edge Runners hatalmas élmény szolgáltatott számomra. Az easter egg-eknek hála a játék rajongóinak valószínűleg annál is többet. Meg tudom érteni a Cyberpunk 2077-et övező új erőre kapott érdeklődést, hiszen az anime után nekem is igencsak megjött a kedvem a játék végigjátszásához. Hogy mi a legjobb játékokból készített adaptáció, azt mindenki döntse el magának. A Cyberpunk Edge Runners úgy gondolom egyértelműen esélyes erre a címre, de az viszont bizonyos, hogy 2022 legjobb animéi között a helye. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek adjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Ha nem akartok lemaradni a jövőbeli videóimról, akkor a feliratkozások mellett a csengőt kapcsoljátok be. Ha úgy gondoljátok, hogy méltó vagyok rá, akkor a Patreon oldalamon van lehetőségetek támogatni a munkásságomat, akár már egy dollárral is. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk legközelebb. I love you, but it's a cold outside.